Az én nevem Tanas Áron, a Robotépítők Magyarországi Egyesületének elnöke vagyok, mellettem pedig Novák Emil elnökségi tag van. Mi, mint egyesület, elsősorban robotok építésével foglalkozunk, másodszorban pedig mindenféle oktatási és ismeretterjesztési dolgokkal. Rengeteg rendezvényen veszünk részt, vannak saját szervezésű rendezvényeink is, illetve mások által szervezetekre is gyakorta hívnak minket. Nem kizárólag robotikával foglalkozunk, hanem általában jövőbe mutató technológiákkal. Hoztunk például hidrogéncellás autót, EEG szenzort és más egyéb ilyen előremutató érdekességeket is. Az elsődleges kapcsolódási pontunk a rendezvényhez az, hogy mi is nagyon hiszünk az önerőből induló civil alapokon működő kezdeményezésekben. Most két műhelyünk van jelenleg, az egyiket aktívan használjuk, a másikat pedig most építjük és fejlesztjük fel odáig, hogy egy csúcs technológiás makerspace legyen belőle. Mint ilyen, rengeteg nyílt forráskódú technológiát használunk, illetve mi magunk is rengeteg ilyet állítunk elő. A munkánk során gyakorta indulunk ki meglévő tervrajzokból, meglévő áramkörökből, meglévő robotokból, és aztán ezeket megépítjük, továbbfejlesztjük, és a fejlesztéseinket pedig visszaadjuk a nyílt forráskódú közösségnek. Ugye a nyílt forráskód alatt itt érteni kell szoftver és hardware forráskódot egyaránt, tehát például 3D nyomtatható tárgyakat, nagyon sok 3D nyomtatót és nagyon sok lézervágott anyagot használunk. Ezek saját tulajdonú eszközeink, amiket az egyesület tagjai használnak. Részt veszünk olyan projektekben is, amelyek ipariak vagy ahhoz közeliek, hogyha a kutatási eredményeinképpen hasznosíthatók ebben, illetve rendszeresen tartunk tanfolyamot is. Tehát végül is az egésznek a filozófiája egy olyan fajta alulról jövő kezdeményeződés, ami nem függ központi akarattól, nem függ központi költségvetéstől, hanem önerőből próbáljuk meg fölépíteni ezt az egészet olyanra, amilyenről azt gondoljuk, hogy az Envientának is valami hasonló a víziója az önszerveződő műhelyek tekintetében. Ez a munka, ez nehéz és lassú, és nem is nagyon régóta kezdtük, mi kicsit idősebb, mint egy éves a szervezetünk, de már 30 fölötti taglétszámunk van, és az eszközparkunk is elérte azt, ami egy közepes színvonalúnak mondható Európában. Hát igen, az óceán túlpartján ez még szerénynek nevezhető, de mi már így is nagyon büszkék vagyunk rá, hogy egy év alatt ennyit elértünk. Az egyesület tagjai nyilván rengeteg minden előnyt élveznek, vannak rendszeres műhelyfoglalkozások, amik csak egyesületi tagoknak elérhetők, vannak olyan belsős képzéseink, például legutóbb a 3D tervezésről, a közeljövőben indul a programozásról egy ilyen képzés. A legnagyobb plusz, amit hozzáadunk értékben, az az, hogy megfigyeltük, hogy minden robot akkor van készen, amikor megdicsérik. És minél jobban megdicsérnek egy robotot, annál kevésbé valószínű, hogy tovább fejlődik. Mi ezt adjuk meg egy robot készítőnek, egy robot építőnek, hogy nagyon sok emberhez juttathatja el a munkáját, nagyon sokan tudják megdicsérni azáltal, hogy tömegrendezvényekre elvisszük, és ott tényleg emberek ezreihez, tízezreihez jut el viszonylag rövid idő alatt, és hát ez minden alkotónak ez az egyik legfontosabb dolog, hogy az alkotását lássák és elismerjék. Szoktunk versenyeken is indulni, itt vannak nemzetközi és magyar versenyek, nemrég volt a Magyarok a Marson című verseny például, ami egy minden évben más feladattal készülnek a szervezők, és ez nagyon izgalmas szokott lenni. Idén is az volt, több csapattal is indultunk, vagy több csapatban érintettek voltunk, fogalmazzunk így, és megosztott első díjat nyert az egyik tagunk. Véletlenül két csapat egyforma eredményt ért el, ez talán nem is fordult még elő a verseny 12 éves történetében. Vannak olyan törekvéseink, hogy ezt szélesítsük, tehát minél több ilyen versenyre tudjunk eljutni, és minél több olyan robot legyen, amit mi magunk fejlesztettünk lehetőleg nulláról. Tehát ezek a célkitűzéseink. Azok az elképzelések, amiket itt az Envientában látunk, hallunk, és amelyek arról szólnak, hogy a jövő cége az teljesen más, sokkal alulról szerveződőbb, sokkal több benne az örömfaktor, kevesebb az anyagi motiváció. Mi úgy gondoljuk, hogy nálunk ez mindennapi valóság. Tehát amikor olyan projekteket vállalunk el, amelyeknek van iparági kötődése, akkor így dolgozunk, akkor ott nincsen
nincsenek főnökök, és nincsen semmi kiadva, tulajdonképpen csak egy hevenyészet tervünk van arról, hogy minek mikorra kell elkészülnie, és a feladatokat az emberek teljesen maguktól önként vállalják föl. Az Egyesület a dologi feltételeket biztosítja ehhez, és mindenki a saját belátása szerint halad előre. Értelemszerűen, ha valaki nem halad előre, akkor ezt rövid úton lecseréljük a projektben. Tehát, hogy magának az egész projektnek van egy ilyen kvázi vétójoga az egyes kontribútorok fölött, de összességében véve nincs egy személyi döntés, hanem minden kvázi demokratikusan dől el, és elképesztő hatásfokot tudunk így elérni. Azt hiszem bölcsebb, hogyha nem mondok nagyon neveket, de volt most év elején volt egy olyan projekt, amit egy 3 hónapos projektnek az utolsó 3 napjában hívtak be minket azzal, hogy kudarcot vallott az előző csapat, és nekünk 3 nap alatt kellett azt a munkát elvégezni, amit ők 3 hónap alatt nem tudtak. Nem állítom, hogy maradéktalanul sikerült, mert ez körülbelül 1 hét volt, de a 3. nap után már működött annyira a rendszer, hogy effektíve nem kellett a projektet csődnek és kudarcnak nyilvánítani. És ezt nem lehet máshogy megcsinálni, csak így. Tehát ebben a fajta hatásfokban, ebben a fajta munkaszervezésben mi nagyon mélyen hiszünk, és látjuk működni nap mint nap.